Egyre nagyobb bajban vannak az amerikai háztartások. A népszámlálási hivatal friss felmérése szerint 90 millió ember él egyik napról a másikra. A lakosság hitelkártya adóssága rekordszintre emelkedett. Az élelmiszerboltokban olyan mértékben nőtt a lopások száma, hogy több üzletlánca bezárást fontolgatja. A fokozódó megélhetési nehézségek miatt egyre többen döntenek úgy, hogy elhagyják az Egyesült Államokat. A kialakult helyzetért az emberek többnyire a demokrata Biden elnököt okolják, akinek a népszerű soha nem látott mély pontra süllyedt. A témát Gáborik folytatják. Köszönjük szépen. Ifjabb Zoltán alkotmányjogász a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy megélhetési nehézséget biztosan le lehet írni néhány jelzővel, vagy néhány körülménnyel, de talán a hitelkártyával kapcsolatos visszafizetési nehézségek mindenképpen ezek közé tartoznak. Ez egy óriási szám, hogy majdnem 100 millió amerikainak problémát okoz hogy a hitelkártyából finanszírozza a hétköznapjait? Valóban, e, azzal a felvezetéssel hadd kezdjem, hogy a, a tágessaú egy nagyon érdekes közvéleményi kutatást e, mutatott be a napokban, az a közszolgálati televíziónak Németországban az internetes honlapja, kvázi a híradó.hu, és ott azt lehet látni, hogy a németeknél is van már egy elmozdulás, nagyon izgalmas a dolog, hogy még többen azt mondják, hogy az ő megélhetési helyzetük, az ő gazdasági státuszuk az még inkább jó, de az állami már inkább rosszabb. Na ez a fajta kettősség az amerikaiaknál már gyakorlatilag eltűnt, tehát alapvetően bár ugye a recessziónak nincs hivatalos definíciója, de hogyha nincs GDP növekedés két negyed éven keresztül, akkor már recesszióról beszélünk. És a Forbes szerint az amerikaiak 70%-a nagyjából recesszióra számít a 2023-as évben. És amit ön mondott, ha megengedi, még alátámasztanám azokkal a Hivatalos gazdasági adatokkal csak néhányal ugye az infláció az nagyjából annyi lesz, mint Magyarországon, az még nagyjából rendben van, de a gazdasági növekedést a Fed is bőven egy százalék alá prognosztizálja, illetve a legtöbb, a Bloomberg és a többiek a gazdasági portál és hát az, államadóság pedig, pedig GDP-hez viszonyítva 130 százalék környékén mozog. Ez azért izgalmas, mert Európában ugye a mediterrán országokat szokták ilyen rossz gazdasági állapotban tudni, Görögországot vagy éppen a spanyolokat a az elmúlt időszakban. Tehát azt mondhatjuk, hogy valóban nagyon rosszak a gazdasági kilátások, és erről már a mainstream sajtó is beszámol, például ezt, amit a felvezetésben is hallhattunk, a Washington Post is megírta. Ugye a v egy hírügynökség számolt be erről az, erről az adatról, hogy a hitelkártya tartozások problémát okoznak sok 100 millió amerikai háztartásnak, de miért? történik mindez. Hát a világ egyik gazdaságilag is legfej, legfejlettebb térségéről beszélünk. Hogy ez múltidő, vagy nem, azt nem vagyok hivatott megmondani, de az biztos, hogy az amerikai elnök népszerűségi mutatói, azok összefügghetnek azzal, hogy rosszak a gazdasági kilátások, mert ahogy egyébként a térségünkben is, ott is most elsősorban a legfontosabb kérdések között gazdasági kérdések vannak. A hagyományos, a jólét idején elsődleges témák, mint az abortusz vagy a fegyvertartás, most nincsenek a, a primör témák között. Ezzel ellentétben viszont például a társadalombiztosítás, hogy hány emberhez jut el, hogy milyen egészségügyi ellátást kapnak, hogy egyáltalán, a, ahogy a felvezetőben is hallhattunk, hogyan hat a KKV szektorra a bűnözés. Tehát, hogy nem csupán a gazdaság rossz állapota, hanem még ehhez járul az is, hogy nagyjából mostanra csapódik le a társadalom szintjén az a folyamat, ami 2020-ban kezdődött, és talán emlékeznek néhányan egyrészt a BLM mozgalomra, másrészt a Defund the Police, tehát a vonjuk meg a forrásokat a rendőrségtől mozgalomra. Ezek most állami szinten is már jelentkeznek ezek a, ezek a, az akkori törekvések, olyan mértékben csúcsosodnak ki, és olyan volumenben, amely már ilyen hírekhez vezet nevezetesen, hogy a bűnözés miatt zárnak be üzletek. Nincs már beláthatatlan távolságban az a pillanat, az a helyzet, amikor az amerikai választópolgárok dönthetnek a következő elnökről, hogy megtartják a mostanit, vagy lecserélik. Kit hibáztatnak? a jelenlegi nehéz, hétköznapokban is érezhető gazdasági helyzetért, a statisztikák szerint természetesen. Szintén Washington Post felmérés 36%-on áll az elnök népszerűsége, ez azt jelenti egyébként, hogy minden idők egyik legnépszerűtlenebb elnöke így az első ciklus vége előtt, ugye szoktak beszélni, hogy különösen fontos mindig a felelőtlen második ciklus előtt, ugye azért felelőtlennek szokták becézni, mert akkor már az újraválasztására nem kell gondolni, hogy hogyan viselkedik az elnök. Bizonyos sikert elkönyvelt, hiszen 2025-ig felfüggesztette ezt a bizonyos adósságplafonnal kapcsolatos technikai csődöt eredményező helyzet minden évben történő felülvizsgálatát, illetve megvitatását ugye ismeretes, hogyha ez a szabály nincs, akkor minden évben meg kell egyezniük a pártoknak a gazdasági helyzet tekintetében, és ez sokszor ahhoz vezetett, például Obama elnök idején többször is, hogy nem kaptak fizetést hetekig akár közszolgák, hiszen egyfajta technikai államcsőd következett be. Most ez 2025-ig elhárult, de ennek illetve például a baloldali szavazók 68%-a gondolja azt, hogy idős az elnök Ronnie Jackson, ő egy texasi 13. körzeti republikánus képviselő, de volt Obama elnök orvosa is. Ő azt mondja, hogy olyan mentális és fizikai állapotban van az elnök, hogy nem képes ellátni a feladatait. Tehát nagyon izgalmas és nagyon érdekes az a, az a belső feszültség, amely az országon belül az elnök körül kialakult, illetve a republikánusok és a demokraták nagyjából lassan egy módon negatívan ítélik meg a jelenlegi elnök. Számait, mozgását, illetve tevékenységét. És ezt látják az amerikai választópolgárok? Jó, hát persze, ha az elnök elesik, mint a napokban történt, az persze az Egyesült Államok minden televíziójában, rádiójában önálló hír, tehát nyilván ez nehezen kikerülhető, de mennyire látják? az ő kormányzó képességét, tehát a, a, a felszín alatti részt, amely hát azon túl, hogy egy idős ember, aki esik kell, vagy azon túl, milyen gazdasági mutatókat produkál az Egyesült Államok számára. Ezt mennyire látja az átlag amerikai választópolgár? Most már látja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a CNN, az MSNBC, az NBC hoz le egyrészt olyan információkat, amelyek korábban egy védett állapotban nem jelenhettek volna, meg védett állapot alatt azt értem, hogy megpróbálták Joe Biden botrányai, például Hunter Bidennel kapcsolatos botrányokat eltusolni. Ma már, hogy a, a, az elszámoltathatósági és felügyeleti bizottsága a kongresszusnak nyilvánosságra hozta, hogy 10 millió dollár államlott Biden család és Biden közeli személyek részére külföldről, köztük a kínai kommunista párthoz kapcsolatos személyek részéről, hogy ez eljutott az amerikaiak nagy részéhez, ez már egy új fejezet, tehát minthogyha Biden elnök körül fogyna a levegő, és a demokrata oldal is megpróbálna egy új jelöltet ki munkálni, vagy kitermelni, ha szabad ezt a csúnya kifejezést használom, minden esetre Robert Kennedy fia, ifjabb Robert Kennedy bejelentkezett, és ő azt állította, ezt a Fox News hozta a napokban, hogy ő le tudná győzni Joe Biden-t egy demokrata előválasztáson, de hogy lesz-e ilyen, ez kérdés, hiszen a hivatalban lévő elnök, ha indulni akar, akkor ilyen a hagyományosan nem kerül sor. Ifjabb Romnici Zoltán, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.